A zászlóforgatók bemutatójával kezdődött az immár 18. alkalommal megrendezett Egri Vár napja a Dobó István Vármúzeumban szombaton. 2002 óta minden évben október 17-én emlékeznek meg az 1552-es eseményekre, ugyanis 468 éve ezen a napon ért véget az Egri Vár ostroma. Az emléknaphoz kapcsolódva számos programmal várták az érdeklődőket. A hűvös, esős idő ellenére sokan ellátogattak az intézménybe. Mi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkeztünk, Nyírgyulajból. Hát végül is ez egy ilyen családi kirándulásra jöttünk el. Hát nagyon jól érezzük magunkat ahhoz képest, hogy esik az eső, de már nagyon régen voltunk, és úgy gondoltuk, hogy még a kicsi nem volt itten erre, és elhozzuk. Az Egri Vár napját a gárdonyi piknikkel egy időben tartották. A szervezők többek között ingyenes tárlatvezetésekkel, a kisebbek számára játszóudvarral, mindemellett fegyver és viselet bemutatóval, valamint reneszánsz tánc előadással is készültek a látogatók számára. Mi ezekkel a táncokkal foglalkozunk, amelyeket bálokban szórakozásképp táncoltak az emberek. Ebben megvannak a néptánc motívumok is, és megvannak az úri osztálynak a táncai is. A reneszánsz táncrendjeink elsősorban a nemesek udvari táncait vette górcső alá. Ezeket eredeti leírásokból 1596-ban és 1600-ban kiadott az első, az egy francia, a második, az egy itáliai reneszánsz tánckönyv, ezekből rekonstruáltuk. Az eseményen Ringer Csaba, a Dobó István Vár Múzeum igazgatója beszédében kiemelte, október 17-e nem csak az egriek, hanem minden magyar ember büszkesége. Az Egri Vár napját 2002 óta ünnepli minden évben a Dobó István Vár Múzeum, ugye most 18. alkalommal. Ugye akkor a 450. évfordulója volt az Egri Hősök diadalának, és hát most a 468-nál tartunk, úgyhogy ha erre invitáljuk az összes egri polgárt és belföldről is minden magyar embert, hiszen azt gondolom, hogy ez a diadal, ez méltán híres egész Európában. A múltidézést követően Dobó István síremlékének megkoszorúzásával tisztelektek az 1552-es Egri Hősök diadala előtt. A múltunk, a kultúránk, a történelmi hagyományaink, a büszkeségünk, azok mind-mind ide erednek, vagy innen erednek. Ez volt az Eger történetének szerintem legfontosabb eseménye, legmeghatározóbb eseménye, és én azt gondolom, hogy nekünk a jelenben ezt továbbra is úgy kell ápolni, hogy azt a jövő generációi számára ugyanazt a büszkeséget, ugyanazt a dicsőséget jelentse egrinek lenni, mint a múlt egri embereinek és a jelen egri embereinek. Az eseményen kicsik és nagyok is megtalálták a számukra megfelelő programot. A Dobó István Vár Múzeum az ősszel további programokkal is készül, köztük az október 26-27-én megrendezett alkotói szabadság tematikus napokkal. Istennek nevében!